Első alkalommal tartott közgyűlést Magyarország határain túl a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. A Marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartott megnyitón részt vett Csák János Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere, valamint a magyar múzeumi ágazat fontos szereplői. A Marosvásárhelyi Kultúrpalotába hívott össze közgyűlést a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége. Csák János, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere beszédében rávilágított, a fejlődő technológia korában a múzeumoknak nem csak kiállítási helyszínként kell megállniuk a helyüket, de a digitalizációs lehetőségeket is ki kell használniuk. Elmondta, sokan az online térben tájékozódnak, és ha az interneten nem elérhető az információ, akkor nem csak a jövő, de a múlt is elvesztődik. Legyen minden ott a neten, minden kiállítási katalógus, minden tárgyat fényképezve, és legyen ott érthetően a magyar szellemi jelenségbe és lelki örökségbe gyökeresztető magyarázat, mert ha nincs ott, az ebben a szép új világban nem létezik. Ez most egzisztenciális kockázat a magyar kultúrára nézve. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének több mint 800 múzeuma tagja. A határon túli múzeumok 2018 után csatlakozhattak. Ötvös Koppány Bulcsú, a Maros megyei múzeum igazgatója arról beszélt, hogy a magyar múzeumok közös örökséget ápolnak. Azt hiszem, nem kell különösebben részleteznem, hogy melyek azok a kapcsolódási pontok, amelyek a maihoz hasonló együttlétet indokolják. Intézményi küldetésünk legfontosabb vetületének a ránk bízott tárgyi és szellemi javak fölötti gondoskodásnak, illetve azok közkincsítételének a megvalósítása világosan jelzi, hogy közös örökséget osztozunk. El Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója szerint a tapasztalatcsere is fontos része a hasonló konferenciáknak. A tapasztalatcsere fontos része az ilyen konferenciáknak. Most ebben az előttünk álló két napban be fogjuk mutatni azokat a fejlesztéseket is, amelyek az anyországban is itt is megvalósultak, részben ugyanabból a finanszírozási keretből, a Magyar Genius programból. Tehát valóban ugyanazokkal a kihívásokkal, ugyanazzal a versenyhelyzettel szembesülnek, mind az otthoni, mind az itteni múzeumok is. A találkozó programja szakmai tanácskozást, múzeumlátogatást és városnézést tartalmaz, ezen kívül a Genius programról is szót ejtenek. Utóbbi a Nemzeti Kulturális Alap felügyelete alatt valósult meg, és a magyar zsenékhez köthető eseményekre, kiállításokra lehetett pályázni. A Maros megyei múzeum is sikeresen pályázott, 25 millió forintot kapott, hogy bemutassa Bernádi Györgyöt.